Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. Ennek a díja 4000 forint. Ez a felvétel május 11-én jelenik meg. A hold ezen a napon az indiai asztrológia szerint az Artra holtházban van. Ez jelenti a fiatalos kisugárzást, lehet egy új kezdet, vannak ötletek, itt van újjászületés. Ezen a napon a hold és Mars bolygó egy rossz kapcsolatban van. Mars bolygó az jelentheti az életerőnket. Lehet, hogy ezen a napon fáradtak, vagy kimerültek vagyunk. Mars bolygó utalhat a férfiakra is, és a hold az jelentheti az anyukát, vagy az anyai érzelmeket, hogy itt vannak feszültségek, de a hold általánosságban jelenti az érzelmeket is. Lehet, hogy a férfiak ezen a napon dühösek, vannak negatív érzelmek, mint például félelmek, vagy féltékenység, de jelentheti azt is, ez a kapcsolat, hogy a férfiak nem akarnak most érzelmekről beszélni, vagy nem tudják kimutatni az érzelmeiket. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatában megjelenik a kassa és a virágcsokor, ami ott felül látható. A kassa azt jelentheti, hogy ő lezár valamit, ezzel a kasszával elvág valamit. Ezek lehetnek kapcsolatok, ezek lehetnek érzelmek, vagy negatív gondolatok. Ez lehet jó is, például, ha átteszi magát a félelmeken, hiszen a kassa ezt el tudja tüntetni. Vagy az is lehet, hogy együtt vagytok, de neki még van egy másik párkapcsolata, és ezzel a kasszával ezt le tudja zárni. A kassa jelenthet egy meglepetést is, amikor valami történik egy olyan pillanatban, amikor nem is számítasz rá. Lehet, hogy ez a terve, hogy meglep téged egy virágcsokorral. Ez a virágcsokor lehet egy ajándék, vagy egy meghívás is. Bal oldalon látható az ő érzelme, és bepillantunk az ő érzelmi világába. Ott alul az ostor jelent fájdalmakat. Lehet, hogy te megbántottad őt. Visszahúzódó volt. De ő szeretné ezeket a dolgokat tisztázni, hiszen a lilium is ott van, és a lilium utal tiszta gondolatokra, tiszta érzelmekre, vagy arra, hogy itt tisztázódik valami. Lehet, hogy ő bántott meg, és ezt szeretné tisztázni veled, ebben az esetben a kassa lezárja a múltat, ezeket a félreértéseket. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A nap megvilágít valamit. Például megvilágít téged, láthatóvá tesz téged. Ez azt jelenti, hogy ő szeretne találkozni veled, látni akar téged. A nap jelenti az igazságot is, tehát ha ő beszámol valamiről, akkor ezt elhiheted, hiszen kimondja az igazságot. A nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, a kisugárzásotokat. És ott van a hajó, az jelenti a reményt, hogy
tisztázódnak a dolgok, hogy kibékültök, hogy ajándékot kapsz, és hogy megbízhatsz benne, itt van hozzá a remény. De a hajó nem csak a reményt jelenti, hanem utazásokat is. Lehet, hogy ő távol van, és jönni fog hozzád, vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Az is lehet, hogy tervez veled együtt a nyári hónapokban egy nyaralást. A kártya középen jelenti azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt az S betűről van szó. Hogy mit jelent számodra az S betű, azt leírhatod a kommentárba. Például Szabolcs, vagy Szára, vagy Szeged, vagy Szombathely, vagy egy fogalom, például száz, hogy neked mi jut eszedbe, azt írd le a kommentárba, ennek nagyon örülnék. A régi írásmód középen van, ez egy egyenes út, egy tiszta döntés. Itt nincsenek mellékutak. A német nyelvű területen szintén vannak betűk és régi betűk, az úgy nevezett rúnák, és a rúna kártya az alul, bal oldalon látható Ódin. Ez a rúna lefordítva jeget jelent, Ódin háta mögött. Érezhető ez a hideg-rideg tartás, itt vannak korlátozások, nehézségek, lehet, hogy ebben a helyzetben vagy, és keresel egy kiútat, Ódin segít, hiszen ott van ez a varázspot a kezében, és látható a fény, megvilágít valamit, sőt, adja a melegséget is, és itt van egy kiút, itt van egy megoldás. Akármilyen nehéz helyzetben vagy, itt lesz egy kiút, lesz egy megoldás. Ódin mutatja itt a varázs erejét, hogy a jeget ezzel a melegséggel, ezzel a fénnyel felolvasztja, és akkor úgy előre folyamodnak a dolgok. A napi kártya az jobb oldalon látható, és ez a kártya szimbolizálja a napot. A kivetésnél a nap kétszer jelenik meg. Tehát van egy erős hatása, jelenti a melegséget, jelenti az igazságot, megvilágít bizonyos dolgokat, láthatóvá tesz bizonyos dolgokat. Persze utalhat a nyári hónapokra is, hogy valamit terveztek, például ezt az utazást, amit a hajó jelent, a nyári hónapokban, vagy egy déli országban, ezt is jelentheti a nap. A viták, félreértések elmúlnak, tisztázódik valami, a jég feloldódik, elmúlik a hideg-rideg tartása, kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak, rendeződnek a dolgok kettőtök között. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az S betű. Itt nekem még Szombathely is eszembe jut, hiszen az az én szülővárosom. És meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dender a Szuzanna Medici, ott megjelenik naponta a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!